Egy kiváló sebész, akinek munkáját a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el nemzeti ünnepünkön. Horváth Péter több mint két évtizede dolgozik a Pécsi Tudományegyetem berkeiben. Fő szakterülete a nyelőcső, gasztroenterológiai és laparoszkópos sebészet és a sebészeti onkológia. A nyelőcső és a gyomor sebészet már Szegeden nagyon jó volt, és a főnököm Imre Józseftől tanultam meg a, ezt a szakmát. Ez egyik legnehezebb terület a sebészetnek. Az országban nagyon kevesen, néhány centrumban művelik, és ezt hoztam aztán Pécsre. A laposzkobó sebészet az a 90-es évek elején indult, az akkor nagy kívás volt, mert teljesen új módszereket kellett bevezetni, és hát ebbe egyekeztem, hogy a klinika élen járjon, és kiváló munkatársam segítségével sikerült is, tulajdonképpen élen járnunk mind a két ügyben. A matás professzorként tevékenykedő kitüntetett 20 évig vezette a sebészeti klinikát, elárulta, amire a legbüszkébb ebből az időszakból. A legnagyobb siker talán a klinika, így mondom, összerakása volt, kiváló embereket sikerült kinevelnem, vagy megtalálnom, vagy ők találtak meg engem, és ezáltal az ország egyik legjobb intézete volt, és most is az ország egyik legjobb sebészeti klinikája. És hogy mi a filozófiája, amit a fiataloknak át szeretne adni? A folyamatos tanulás, az talán a legfontosabb, a szakma szeretet, betegek szeretete, önzetlenség, manualitás nyilván az is számít. Horváth Péter több szakmai társaság tagja. Két évig volt a Magyar Sebész Társaság és a Sebész Szakmai Kollégium elnöke. Közel 300 tudományos és felszoktatási közleménye van.